Sziasztok! Hát úgy van, hogy Dobrokezig már jutottam. Kurdig meg nagyon régen gyerekkoromban autóval, hát ennél tovább még soha. Úgyhogy ezen az úton szépen elindultam Dobroköztől, és mentem elvileg terv szerint, csak hogy elcsesztem, mert a tervezett út az megvan a térképen. Igen. Csak én lefordultam ott, ahol nem kellett volna a Gyöng felé, úgyhogy az az út lett teljesítve. Nem baj, mert pincáját amúgy is két felől lehet megközelíteni. Úgyhogy az egyik az megvan, ez az. És a legközelebbi az majd Szakály felé lesz. De úgy érzem, mivel Dúzs után van egy rendes kis emelkedő, olyan 10 perces, mire végigérek rajta, még egyszer kinő a szakályom. Na, ez most olyan szó, poén volt. Na, szóval, az a lényeg, hogy ez a kirándulás is megvolt. Megvolt hozzá normális időjárás, olyan amolyan biciklizős, ahogy én szoktam mondani. Pincehelyen és tovább sikerült menni, mert időbe beértem, annyira időben, hogy Simon tornyán ködöttem ki, igaz Sárbogárd helyett, ami még 22 km lett volna, csak hogyha oda elmegyek, nem érem el az utolsó vonatot, ami hazahoz. Úgyhogy megszenvedtem ezzel az úttal, mert hát volt benne dömbecsked meg dombocska is, de nem érdekel, mert edzésben vagyok. Úgyhogy a legközelebbi az majd az lesz, hogy Dúzs, Högyész, Szakály, akkor nem fogom elrontani. Reméljük, mert most majd balra megyek lefelé, nem pedig a tábla irányába. Nem tudom, miért nem írták ki, hogy Szakály meg arra. Mindegy. Úgyhogy most ez van, és ennek kell örülni, hogy ez is sikerült. Gond és bajok nélkül. Na, hát akkor lássuk.